A Húsvét és Galápagos-szigetek érdekes, színes világáról tartott előadást a Dunaharasztira már többször visszatérő dr. Olag Zoltán. Az előadó nem ismeretlen a Városi Könyvtár látogatói számára. Dr. Olag Zoltán több alkalommal kalauzolta már a hallgatóságot skandináv vidékek felé. Tél az Tombolkin, de itt remélem nagyon szép, egzotikus és délszaki tájakra fogunk kirándulni. Kedves vendégünk, előadónk, Olag Zoltán doktor segítségével. Kellően fölkészülünk arra, hogy jó vagy utazást fogunk tenni, és kíváncsiak várjuk azt a sok érdekes dolgot, amivel bennünket meg fog lepni. Szeretettel köszöntöm őt is különösen. A február 21-én megtartott vetítéssel egybekötött előadás előtt Tóth Marianna köszöntötte a vendégeket, majd kezdetét vette a képzeletbeli utazás a távoli szigetek felé. Két teljesen Magyarország számára outsider terület. Na most töredelmesen bevallom, hogy én nagyon ritkán szoktam előadásokat tartani olyan területekről, ahol nem jártam. Ez olyan terület. Viszont gyerekkorom óta az egyik álmom, hogy erre a két helyre eljutok, és ennek következtében mindent, amit hallani lehetett róla, olvasni lehetett róla, vagy moziban, vagy filmen látni lehetett róla, azt én gyerekkorom óta faltam. Tehát megmerem kockáztatni azt, hogy tudok beszélni róluk. Hát akkor talán kezdjük is az első témával. Ő az Archipiélago de Colón nevű szigetvilág, ugyanis spanyolul így hívják magukat. Pontosabban ekvádori spanyol nyelven, mert hogy oda tartoznak az ország szempontjából. A Colón az ugye a spanyol fordításban Kolumbuszt jelent, pontosabban magyar fordításban. Tehát ők Kolumbusz-szigetvilágnak hívják ezt a területet. Mint látható, van egy csomó nagyobb sziget, és van egy még több kisebb sziget. De most az a szerencséje az egész szigetvilágnak, hogy összesen 5 sziget lakott. Tehát gyakorlatilag az az élővilág, ami miatt a Galápagos-szigetekről egyáltalában az emberiség meg tud emlékezni, az viszonylag zavartalanul éldegél. Néhány olyan dolgot szeretnék elmondani úgy általánosságban, ami hozzátartozik a témához. Az állat és a növényvilága az, ami ennek a vidéknek igazán jelentős, nemzetközileg, világ szempontjából. Óriási jelentősége van annak, hogy amikor Darwin itt járt 1834 vagy 35-ben, sőt mind a kettőben, több hétig is itt tartózkodott, és annyira lenyűgözte az állatvilág és az élővilág ezen a szigetcsoporton, hogy gyakorlatilag itt született meg a fejében a természetes kiválasztódás és az evolúció elmélete. Tehát gyakorlatilag mind a kettő. Tehát tudományosan is egy óriási jelentősége van ennek a területnek. Dél-Amerikától nyugatra terül el, ugye Ecuadorhoz tartozik, mint mondtam, 1000 kilométerre bent van a tengerben az ecuadori partoktól, 8010 négyzetkilométer, tehát mondjuk egy szűk tizednyi Magyarország területen, és 13 nagyobb és 6 kisebb szigetből áll. Ezen kívül 107, pontosan megszámolta valaki, 107 szikla jellegű apró kis sziget van a területen. Na most a nevét azt onnan kapta, hogy Galápagónak hívják az óriás teknősöket spanyolul. Ottan is spanyolul. Tehát a Galápagos szigetek az azt jelenti, hogy teknősök szigete körülbelül. A szigetnek 98%-a a világörökség része. Na most a világörökség része alatt azt értjük, hogy védett terület. Tehát az az 5 szigeten szétszórtan lakó 23 ezer ember, az nem terpeszkedhet tovább, mint ahol jelenleg lakik. 8-10 millió éve keletkezett az egész szigetvilág. Egy vulkános területen terül el. Van egy Nazca nevű tektonikus plató, ami a dél-amerikai lemez alá csúszik befele, és ennek következtében egy ilyen vulkános zóna van a dél-amerikai kontinensnek a nyugati felén is,
és ez egy úgynevezett hotspot ráadásul, tehát több működő vulkán is található ezen a területen. Az Isabela-sziget és a Fernandina-sziget, ez a két ma is működő vulkáni sziget, ez történetesen a két legnagyobb sziget. A legutolsó kitörés 2005-ben volt, tehát nem olyan régen. De most San Cristóbal szigete, amelyik tulajdonképpen a leginkább lakott sziget, azon van egy León Dormido nevű vulkán. León Dormido azt jelenti spanyolul, hogy alvó oroszlán. Tehát egy veszélyesen morgó vulkánról van szó, amely időnként úgy megmorajlik, de ki nem törik, ezért inkább ki nem tör, úgyhogy úgy hívják ilyen alvó oroszlánnak. Most az éghajlata az egy meglehetősen érdekes dolog. Ez majdnem pontosan az egyenlítőn fekszik ez a szigetcsoport. Júniustól novemberig a hűvös egyenlítői tengeráramlatok dominálnak, és ez rányomja a bélyegét az éghajlatra. Tehát ilyenkor kifejezetten kellemes időjárás van, legalábbis magyar fejjel. Decembertől májusig viszont meleg és esősebb az idő, tehát az már egy kicsit méltóbb a trópusi világhoz. És van egy úgynevezett El Niño, azaz kis ded nevezetű jelenség a Csendes-óceánban, ami belezavar a világ egész, az egész világnak az éghajlatába tulajdonképpen. Ez úgy keletkezik, hogy teljesen ismeretlen oknál fogva a Csendes-óceán azon területe, amelyik ottan a Chile partjáig húzódik lefelé, annak a vize az lehűl. És ennek következtében egészen furcsa dolgok állnak elő. A planktonállomány, akkor a tápláléklánc, és ennek következtében ottan a egész világ fölfordul, és az világ időjárására is hatással van. Árvizek, esők, stb. Egészen félre eső területeken, de egyértelműen ki van mutatva, hogy ez az El Niño-nak a hatása. Na most ezzel van egy ellentétes jelenség, a La Niña, ugye ez ugyanúgy kis dedet jelent, történetesen azért hívják így őket, mert karácsonytáján szoktak jelentkezni. Na most ez a La Niña, ez meg az ellenkezője, ebben az esetben a tengervíz melegszik, de ugyanolyan problémákat okoz az éghajlatban. Tehát egy eléggé zűrös területről beszélünk. Na, Ecuador. Ecuadornak a zászlaja az egy érdekes dolog. Pár szót érdemes beszélni róla. Ott fönt látunk egy kondorkesejűt, ugye ami a nemzeti madár, Ecuadorban is, és ismert a Simon és Garfunkel dalából, ugye az El Condor Pasa című gyönyörű slágerből. Alatta pedig, hát a napkorong alatt lévő hegy, az a Chimborazo. Ugye szoktuk mondani, az dolgok Chimborazója, ugye, tehát nem a világ legmagasabb hegye. Sőt, Dél-Amerikának sem a legmagasabb hegye, mert az az a Aconcagua. De a Chimborazo viszont arról nevezetes, hogy ez az a hegy, amelyiknek a csúcsa a föld középpontjától a legtávolabb van. Hogy ez úgy lehetséges, ugye, hogy az egyenlítőnél a föld átmérő sokkal nagyobb, mint északabbra, vagy délebbre. Tehát gyakorlatilag így fordulhat elő, hogy egy 6300 méter magas hegy tulajdonképpen ilyen értelemben a világ legmagasabb hegyének számít. Na, aztán van egy külön zászlaja, ugye, Ecuadornak, a Galapagos-szigeteknek. Mióta tartományi rangra emelték, azóta saját zászlóhoz van joguk, ami egy zöld, fehér, kék, rendkívül egyszerű és grafikailag érdekes dolog. Na, még egy kis szöveg, aztán mutatok képeket. Tulajdonképpen ez a terület olyan, hogy a 16. századig teljesen lakatlan, sőt, majdnem, hogy felfedezetlen. És akkor volt egy Tomás de Berlanga nevű panamai püspök, aki útra kelt Panamából, és el akart jutni Kaliforniába, csak hát elsodorta a tenger, ugye akkoriban a navigációs eszközök még nem voltak igazán fejlettek, és akkor így történt, hogy ő fedezte föl tulajdonképpen a Galapagos-szigeteket, de a világ szerencséjére egy olyan helyen szállt partra, amelyik ilyen teljesen sivár, kihalt vulkanikus terület volt. Tehát nem érdekelte a spanyolokat, hogy a szigetet elfoglalják.
Ennek következtében ők megúszták, nem úgy, mint az inkák vagy az asztékok, tehát mint Peru vagy Mexikó. A következő látogató egy John Cook, majd egy William Cowley nevű angol, hát félig meddig kalóz, félig meddig utazó volt, és innen származik az, hogy minden egyes szigetnek van egy angol neve is, nem csak a spanyol neve, csak most már ugye Ecuador nem szereti őket, hogyha angol néven nevezgetjük, tehát inkább a spanyol nevük divatos. A szigetek történetében rendkívül jelentős dátum az 1832-es év, amikor is egy José María Villamil nevű tábornok, aki történetesen akkor éppen Ecuadornak az elnöke volt, tulajdonképpen annektálta a szigeteket, elfoglalta, Ecuadorhoz csatolta, és tehát amikor Darwin ott járt 34-ben, akkor már tulajdonképpen ő Ecuadoron járt, Ecuadorban járt. 73 óta, tehát nem is olyan túl régen kapta meg a tartományi rangot. A fővárosa egy Puerto Baquerizo Moreno nevű városka. Ez a Baquerizo Moreno, ez Ecuadornak az elnöke volt 916-tól 20-ig, és onnan kapta a tiszteletből a főváros ezt a nevet. 35-ben a híres Beagle nevű hajón megjelent Darwin, és a szigeteken ma is nagyon tisztelik, olyannyira tisztelik, hogy a szigetek egyik, illetve az egyik szigetnek a neve ma is Darwin néven fut. Az az egyetlen terület, ami nem kapott azóta sem spanyol nevet, mármint az egyetlen sziget. Na most jönnek először tájképek. Erről lehet látni, hogy meglehetősen változatos terület, a maga módján szép. Ez a Bartolomé nevű sziget, ez tulajdonképpen egy aprócska sziget, és a háttérben látszó Santiago sziget az a nagyobbik sziget. Ez is egy vulkánikus táj, és mondjuk a Galápagos szigetekről szóló összes prospektuson ez a kép azért szerepel, de még inkább a következő kép szerepel, ugye mert ez egy olyan nagyon eredeti ez a sziklacsúcs, és rendkívül ritka, hogy egy szikla, különösen ilyen óriási szikla megmaradjon. Genoveza szigetén a kráteröből, mint láthatjuk ott a háttérben néhány teknős azért rögtön elő is fordul. Ez pedig a legutóbb keletkezett sziget, a Fernandina, amelyiknek ma is vannak működő tűzhányói. Na ez egy arról nevezetes ez a sziget, az utóbbi évben lett neve. A Daphne Menor, ez egy madárparadicsom, ami rendkívül érdekes a madárlesőknek a számára, de itt fedezték föl ennek a szigetnek a partjainál azokat a törmelékeket, amelyek a japáni cunamiből származnak. Tehát azóta keresztül mentek az áramlatok és a szél hatására a teljes csendes óceánon, lesodródtak délebre, és a Daphne Menor szigetnek a vizén jelentek meg ezek a törmelékek, és hát sajnos ki kellett vonulni, és el kellett pucolni egy ilyen szeméttisztító, vagy minek nevezzem hajóval. De most ez egy nagyon jellegzetes táj a Galápagos szigeteken. Isabela szigete, ez a legnagyobb sziget, és itt van 6 működő vulkán, és ez az egyik ilyen vulkáni terület, ahol hát eléggé látszik, hogy milyen sivár a tájék ott, ahol az igazi vulkánosság mai napig is fönnáll. Ez is egy vulkánikus táj, ez a Santiago szigete van a háttérben. Az előtérben pedig, amiket itt látnak, ez egy lávakaktusz nevű rendkívül érdekes növény, ez itten, ami később majd egy kiemelt képen is szerepel. Ritkán zöld, ez az érdekes az egészben, hanem többnyire barna színe van, meg szürke színe, úgyhogy majd látni fogjuk ezt is. Na ez egy szép táj, ugye ez a Floreana sziget, a Floreana az éppen azt jelenti, hogy virágzó, ugye, vagy valami ilyesmit jelent spanyolul. Tehát ez is, ez az egyik olyan sziget, ahol strandolni lehet, meg nyaralni lehet, és eléggé jól viselik is a környékbeliek. Pedig bizonyos korlátozások lépnek rövidesen életbe,
majd visszatérek rá. Ez a Sierra Negra vulkán Isabella szigetén. De most itt van egy olyan, hogy a vulkáni kitöréseknek egy errefelé, de még máshol is, például Szicíliában is, hatalmas géntartalma van. Na most, ahogy kitörnek a kitörések folyamán, a kén kicsapódik, és ilyen gyakorlatilag ezek szép magas sziklák, körülbelül 2-3 ember magasságú szikla, tehát hatalmas kénlelőhely lenne, ha nem lenne védett terület. De hát mondjuk nem illene hozzájúlni. Darwin szigetének az egyik leágazása, egy diadalívszerű, hát ezt a tenger koptatta ki, meg a szelek, ezen a sziklán, és hát Darwin tiszteletére elnevezték Diadalívnek, Darwin Diadalívének. De egyébként is a Darwin szigethez tartozik. Azurkék lagunának hívják ezt a gyönyörű szép kis tavacskát az egyik apró szigeten. Na most itt az az érdekes az egészben, ugye, hogy hátul az a gyönyörű ultramarinkék tenger, és elől az azurkék tavacska. Ez olyan gyönyörű színkontrasztot eredményez, amivel legalábbis én nagyon szépen, nagyon tudok gyönyörködni. Amiről nevezetes, na erről beszélnek röviden, amiről a szigetvilág nevezetes, nagyon gazdag, különösen a madarakban és hüllőkben. Arról már beszéltünk, hogy védett terület, nagyon sérülékeny az élővilág. Most azért sérülékeny, mert viszonylag kicsi az egyed száma az élőlényeknek, ugye gyakorlatilag nem túl nagy területről van szó. A Jessica nevű tankhajó esete volt az egyik legnagyobb botrány, amikor 900 000 liter olaj ömlött ki nem messze a parttól, és gyakorlatilag az egyik tengerparti részt, ami különösen a fókák számára volt nagyon fontos, ott az olaj el is árasztotta. Most akkor vetődött föl az úgynevezett észszerűsítése a turizmusnak. Most az észszerűsítés alatt, mint mindenütt a világon, korlátozást kell érteni természetesen. Pillanatnyilag arról van szó, de ezt még vitatják, hogy évi 25 000 látogatónál többet nem engednek. Na most ahhoz képest, hogy jelenleg olyan 300 000 van, azért ez egy elég kemény korlátozás lenne. Vízi és tengeri emlősökben különösen gazdag, fókák, delfinek, cetek összes fajtája, ami létezik. Az egyetlen tengeri gyík, vízkedvelő gyík, ilyen egyébként is nonsense, de itt nem. Itt van egy ilyen, ugye, amit úgy hívnak, hogy tengeri leguán, majd képeket mutatok mindezekről. Na most a több millió éves elzártság eredményeképpen itt olyan érdekes jelenségek fordulnak elő, hogy ugyanaz az állatfajta szigetenként külön fajjá is változott. Tehát már egymás között nem is szaporodnak, annyira különböző fajú állatok lettek. Teljesen önálló a fejlődés. Példának okáért, hogy az óriás teknős alfaj, ami egyébként is egy galapagoszi specialitás, abból 10 különböző még alfajabb alfaja van, vagy ha jobban tetszik, már faj, mert a tudósok egy része külön fajnak tekinti. Darwin számára különösen érdekes volt a pintyeknek a variációi, amelyik minden szigeten kivétel nélkül más, tehát 12 különböző pintyfaj volt, amiből elkezdte levonni ezeket a tanulságokat. Na most endemikus fajokban nagyon gazdag a szigetvilág. Endemikus fajnak nevezzük azt, ami belső fejlődésű, és a világon sehol máshol nem fordul elő. Na most ilyen vonatkozásban 38 madár és 106 hüllőfaj van, tehát a világon a leggazdagabb endemikus fajokban ez a szigetvilág. Növényekben is eléggé speciális kórok vannak, majd megmutatok néhányat. Különleges medvefóka, leguán, albatrosz, pingvin, szulák, flamingók, stb. Na most innentől kezdve azért inkább képeket mutogatok majd, mert végső soron ez a legérdekesebb az egész szigetvilágban. Őt hívják úgy, hogy hullámos albatrosz. Na most az albatroszok arról nevezetesek, hogy távrepülési világbajnokok. Szóval például ez a hullámos albatrosz, ez minden további nélkül 1000-1500 kilométert tud lerepülni egyetlen felszállással. Most ennek az oka az, hogy
rendkívül ügyesen kitárt szárnyal meglovagolják az úgynevezett termikeket, tehát a fölfelé áramló meleg légáramlatokat, és azokat követik, amennyire lehet, és ha csalhatatlan érzékük van arra, hogy az egyik termikről a másikra másszanak át. Na most a déli sarkon élő albatrosz, ami ennek egy közeli rokona, az ennél még furcsább, mert ott például bebizonyították, hogy 250-300 napig nem száll le. Tehát meg tudja csinálni ezt, hogy a levegőben táplálkozik, alszik, stb. Párizani nem, mert akkor szállnak le ugyanis. Na ez a legszebb állatok egyike a világon idézőjelben, ugye ez a tengeri leguán. Egyik faja. Most vörösben van, vörös díszben van, ami azt jelenti, hogy éppen nászt ül, tehát a párzási időszakban van. De hát ő is az egyik alfaja, ugye a tengeri leguánnak, és itt a másik, ez a Santa Cruz szigetén lévő, tehát a Szent Kereszt szigetén lévő leguán. Ez ilyen 170 centi hosszú, tehát magyar fogalmak szerint egy óriási gyík. Ugye a nőstény az pedig csak 100 centi, csak 100 centis hosszúságot ér el. Itt van, amint éppen kedvelik egymást a jobb oldalon. Ez annak ellenére van így, hogy itt még nincsenek nászruhában, de különben is nagyon jó, arról híresek, hogy nagyon jól megvannak egymással. Vannak tengerpartok, ahol zsúfolt a tengeri leguánoktól a part, és ezzel együtt nem gyötrik egymást, és nem akarják kitúrni egymást. 7 különböző alfaj van a szigeteken. Lávagyík. Ez egy nagyon aranyos pici gyík, ami szintén egy helyi nevezetesség, sehol máshol nem fordul elő. Na és itt a másik, a szárazföldi leguán, amiről lehet mondani, akkor még randább, mint a tengeri. Úgyhogy szeret kaktuszt tenni. Ami egy érdekessége, valószínűleg páncélozott állkapcsai lehetnek, vagy szájpadlása, mert tüskésen megeszi a kaktusznak különösen a gyümölcsét, de amikor annak a szezonja már elmúlt, akkor magát a kaktuszt is előszeretettel fajja fel. Na most ez annyira csúnya, hogy ez már gyönyörű. Szóval ez az egyik példány közelről, és itt egy másik alfajt is bemutatok, aminek a színei egészen mások. Ugye? Ez ugyanaz az állat, de például egymás között nem tudnak párosodni, tehát gyakorlatilag a tudomány értelmében ezek már különböző fajoknak kell, hogy tekintődjenek. Kéklábú szúla. Na most a szúla az egy olyan madár, ami a legközelebbi rokon a kormoránoknak, vagy magyarul károkatonának, de viszonylag közeli rokon a sirályoknak is. De most ebből két faj csak Galapagoszon él, ez nem az, ez a kéklábú szúla, ez nagyon gyakori, de ez előfordul még a dél-amerikai tengerpart környékén is. Ez viszont már nem. Ez a vöröslábú szúla. Ugye az egyiknek kék a lába, érzékelhetően ennek meg vörös. És a maga a színe is nagyon eltér az összes többi szúlafajtól. Na ez a Nazca szúla, ami a szürkelábú szúla, tehát még egy fajta van belőlük. És ez az érdekes, hogy mindegyiknek a lába és a csőre más, különben a madarak nagyon hasonlítanak egymásra. Maga ez az állarcos szúla is. Állatos szula néven is fut, na ez különbözik a többitől. De ez is endemikus faj Galapagos szigeteken. Fregat madár. Na most ezt Menafornak is hívják angolul, tehát az angol neve az, hogy hadihajó vagy csatahajó. Azért hívják így, mert a levegőben úgy viselkedik, mint egy csatahajó. Mindenre lecsap. A levegőben keresztezi az útját egy madár, az nem éli túl. Ugyanis ez egy jó nagy termetű dög, és amikor éppen párzási időszak van, akkor a hímek így viselkednek. Van egy ilyen felhújható torokzacskójuk, ami vérvörös, és hát állítólag ez tetszik a lányoknak arrafelé. És hát ezek a párzási időszak kezdetén felfújják magukat, és úgy is maradnak.
tudnak röpülni is így. Ja, most ez is egy speciális galapagoszi alfaj mellesleg, mert a többi az nem annyira színes, mint ez. Ez az óriás flamingó, ez körülbelül kétszer akkora, mint a világ többi flamingója. És hát ott van egy picike, mi szerintem nagyon helyes. A jellegzetessége, hogy annál vörösesebb, vagy rózsaszínűbb a flamingó, amennyivel több rákot evett. Majd megmutatom, mindjárt jönnek majd a helyi piros rákok is, és az annak a páncéljában lévő festékanyag megjelenik a flamingók tollazatában. Hát ezt galapagoszi sasnak hívják, ez is egy teljesen egyedülálló faj a szigeteken. Ez háromféle változatot mutat be. Na most a szépséghibája az egésznek az, hogy csak a nevük sas, mert tulajdonképpen solyomféle madarak. De mint látható, ennek is a helyi változatai szigetenként meglehetősen eltérőek lehetnek. Galapagoszi pingvin. Ez a pingvin familiában a legkisebb. Nagyon kis aranyos, ilyen 25 centi, 30 centi magasra tud megnőni összesen. Őrült nagyokat totyog, és a hasa szélén látható foltozat, az teljesen egyéni, úgyhogy még föl is lehet ismerni. A kutatók nevet is adnak nekik a megfigyelt madaraknak. Lávagén. Ez is csak Galapagoszon van. Ez a kicsit hasonlít a magyarországi bakcsó nevű gémre, de azért nem egészen az. Na ez a csodálatos pincs család, amelyek közül egyik sem pincs, hanem tulajdonképpen a sármányok közé tartoznak rendszertanilag, de ez már nem változtat azon, hogy mindenki pincsként tartotta őket számon. Hát itten a helyi 12 változat szerepel, amit, mint mondom, Darwinnak egy elég nagy leckét adott föl. Külön van bemutatva a Genovesa-szigeti nagy kaktuszpinty, hogy azért lássunk életben is, vagy egyben is egy ilyen madarat. Barna pelikán. Ugye a pelikán az máshol vagy fehér, vagy rózsaszínű, itt barna, sötét barna, vagy majdnem fekete. Úgyhogy ez is egy helyi dolog. Galapagoszi galamb. Ugye hát nem nagyon hasonlít az európai galambokra, de a formáját tekintve kétségtelenül galambféle. Láva sirály. Hát ilyen sötét színű sirályt sem látni sehol máshol a világon, csak errefele. És van egy gyönyörű sirályféle. Ez a fecskefarkú sirály, ez az Espanyola szigetén fészkelő fajta. A baloldali képen sajnos nem igazán lehet kivenni, ott egy kis csibéjét védi a madár, és ezért csácsog ilyen nagyra, tehát ott csőrre, és ott a kicsi a feneke alatt. És így szokta védeni, ha támadás éri, hogy őt érje a támadás direktbe. Na most a Galapagos szigeteknek az a szerencséje, hogy igazi ragadozó nem él a szigeten. Sajnos a behurcolt patkányok elég sok kárt tesznek, behurcolt kutyák is, de természetes ragadozó a szigeteken nem él. Ez pedig a sárga bóbítás éjjeli kócsag. Tehát ez egy kócsagfaj, csak megint csak ott tartunk, hogy abszolút nem hasonlít színben a többi kócsagfajra. És pláne a fiatal, az meg valami egészen más madárnak néz ki. De később ilyenné alakul, és egy gyönyörű madár lesz belőle. Na és jönnek a szenzációs óriás teknősök. De most ezek gyakorlatilag nagyon sok helyen csapatos túlbolyonganak. Akkorák és olyan erősek, hogy egy ember ráülhet a hátukra, nyugodtan viszik tovább. Sőt, egy nyugvó teknősnek csak meg kell kopogtatni a hátát, és akkor azonnal futásnak indul. Bármilyen hihetetlen, futni is tudnak. Tehát akkor még kapaszkodni is kell rajtuk. Ez az Isabella nevű szigeten lévő alfaj. Na, és itt van a Solitario George, tehát a magányos George nevű teknős, ami most hunyt el
2012. júniusában, és a zoológusok körében ő volt egy óriási szenzáció. De most a Pinta szigetén található egyetlen óriás teknős volt ez, mert ott nyilvánvalóan kihalt az összes többi, és a Darwin szigetén lévő kutatóállomás begyűjtötte, hogy nehogy kipusztuljon, és összehozták két nősténnyel folyamatosan. Állandóan két nőstény kapott más szigetekről, persze, mert Pinta szigetén már nem maradt nőstény, és kiderült, hogy teljesen terméketlen. Aztán kiderült, hogy mégis sem terméketlen, mert tojást azért hoznak a nőstények, csak nem kell ki egyetlen tojás sem, és ezért kapta a magányos George melléknevet, hogy egyszerűen nem lehetett mit kezdeni vele. Majd ezek után 120 éves korában, körülbelül 120 éves korában csendben elhalálozott, de ez a zoológusoknak az egyik kedvenc állata volt a világon, és hát a mai napig is emlegetik, mint például egy sztrájknak a tárgya volt. Ekvádori halászok ellen hoztak egy korlátozó intézkedést az ekvádori hatóságok. Mit csináltak a derék halászok? Elfoglalták a Darwin kutatóállomást, és azzal fenyegetőztek, hogy a magányos George-ot kinyírják. Na most erre föl ekvádori hatóságok visszavonták a törvényt, mert ez annyira fontos volt világszerte a tudomány számára ez az állat, hogy ezt nem lehetett megkockáztatni. Tíz alfaja ismeretes. Na most sok tudós szerint ezek külön fajok. Ugyanis hát a magányos György esete is arra mutat, hogy nem nagyon szaporodnak egymás között. Tehát ez kimeríti a fajnak a fogalmát. És itt vannak a legfontosabb változatok, ez csak háromféle típus. De van a nyerekhátú, ilyen volt a George is, és megnézhetjük, akkor nagyon hosszú a nyaka. Sokkal hosszabb, mint a többi fajnak, és ennek az az oka, hogy ez úgy fejlődött ez az állat, hogy azon a szigeten, tehát például a Pinta szigeten, ahol élt, ott eléggé magasra nőttek a növények. Tehát ő el tudta érni a kaját azzal, hogyha hosszú nyakat növesztett. A többi fajra ez nem jellemző. Ugye van a kalaphátú forma, ezt én neveztem el, úgy nem biztos, hogy ez helyes, és van a kupolahátú forma, amelyik nagyon domború. Mindegyiket a felfedezője által adott megkülönböztető melléknéven jelenítik meg, tehát például a Chelonoidis, elnézést már badogok, a Chelonoidis nigrának az egyik Ebbingdoni nevű nyerekhátú faja, a Chathamensis nevű kalaphátú és a Porteri nevű kupolahátú elnevezés az a felfedezőiknek a nevét tartalmazza. De azt hiszem eléggé érdekes fejlődés történetileg, hogy micsoda különbségek adódnak néhány kilométerre egymástól. Na, ezek szárazföldi teknősök ugyan, de aztán amikor nagyon meleg van, akkor szeretnek vízbe menni. És hát lehet, hogy napolajat használnak, mert úgy körülbelül ott körülöttük ilyen zsírpacni kúszkálnak, de hát ez lehet, hogy másból fakad. Ez a zöldhátú tengeri teknős. Na most hasonlóan az óriás teknősökhöz, amiket nem említettem, ez is egy nagyon finom húsú fajta. Úgyhogy az óriás teknősök majdnem azért pusztultak ki, mert olyan tengerész, aki arra járt, nem volt, hogy be nem gyűjtött belőle néhány tucatot. Ugye a tengeri út hosszabb tengeri út folyamán tápláléknak használták. És egyszerűen azt csinálták a disznók, hogy fölfelé fektették, ugye, és magától nem tud, a hátára fektetve nem tud visszafordulni. Úgyhogy ez egy meglehetősen olcsó tartósító módszer volt. A zöldhátú tengeri teknős pedig kiváló leves teknős. Oroszlánfókák, azt hiszem a hímeknek az ábrájából nyilvánvaló, hogy miért hívják oroszlánfókának ezt a fajt. Ennek is van egy helyi speciális változata, úgyhogy ez éppen azt mutatja be. Itt van egy nősténye kis bébivel, úgyhogy itt annyira nem oroszlán hatású volt, mint az előző képen. És a pörölycápa, na most ebből töménytelen mennyiség van Galapagos környékén.
Hát ez az egyik legnagyobb példányszámú cápa, és az egyik legvérengzőbb faj. Ez olyan 6-8 méteresre is meg tud nőni, és hát rettenetesen pusztítja a halállományt, és állandóan falkákban járnak, ellentétben az összes többi cápával, ami magányos. Korálhal, ugye hát vannak korálszigetek, illetve nem szigetek, hanem korálzátonyok a szigetek körül, és hát annak vannak eléggé speciális Galapagosra jellemző fajai. Hát ez az egyik, a korálhal. És itt jön a kedvencem, ez a vörös rák, ami ugye némiképpen szín, némiképpen szerepet játszik a flamingók színében. Na most úgy hívják, hogy Sally Lightfoot a ráknak a neve. Ennek a története pedig az, hogy a tengerészek, amelyek átkeltek ugye a Hornfokon, tehát Dél-Amerika déli csücskén, azok, hogy vizet vegyenek magukhoz a hosszabb, csendes óceáni útra, kivétel nélkül mindegyik megállt Galapagoszon. Na most ott teknősöket gyűjtöttek egyrészt, másrészt meg meglátták ezt a piros rákot, és mivel előtte mindenkinek volt kalandja egy Sally Lightfoot nevű táncos nővel a Karibi-szigeteken, és nagyon hasonlított a ráknak a színe a Sally Lightfootra, aki egyébként a név azt jelenti, ugye, hogy könnyű lábú Sally, szerintem nem csak a lába volt könnyű, és villámgyors mozgású, kecses mozgású rák, ebben is hasonlította a híres táncos nőre. Ja, meg az oldalazó lépései, ugye, hát a rákok azok tudva levőleg, azt csak nálunk mondják, hogy hátrafelé haladnak, nem, a rákok oldalirányba haladnak. Nem, szóval ez egy nagyon szép állat szerintem. Na, itt a körte kaktusz. Hogy ez mekkorára nő ez a kaktuszfajta, azt ott ez a picike madár egészen jól mutatja itt, amelyik egyik pinty. Tehát azért látszik rajta, hogy óriási növényekről van szó. És a gyümölcse az ehető ember számára is, de hát mondjuk a kedvenc csemegéje a varánuszoknak, illetve a leguánoknak, és hát a óriás teknősök is igencsak szeretik. Ilyen kaktuszerdők vannak szerte a szigeteken, ez a Santa Cruz sziget, ahol a legnagyobb kiterjedésű kaktuszerdők találhatók. Na most ez egy olyan gyapott virágfajta, amit Darwin saját kezűleg fedezett föl, és saját kezűleg írt le a tudomány számára elsőként. Hatalmas virága van, ilyen 30-40 centis átmérőjű virágot képzeljenek el, és nagyon szép. Na, ez az a lávakaktusz, amit ígértem, ugye ez a normális színe. A szürke és barnás vörös, csak a tenyész időszakban zöld. Hát amikor éppen szaporítható. Ez is csak Galapagoszon van, szóval máshol ez a kaktuszfaj nem létezik. És a pasióvirág. Na most a pasióvirág az arról nevezetes, hogy a világon mindenütt, tehát minden kontinensen külön-külön fajtája él, vagy faja él. Ez a galapagoszi változat. Pasióvirágnak azért hívják, mert itt ez a része ugye a Krisztusnak a tövis koronájára hasonlít. Úgyhogy innen kapta a nevét ez a virág. Egy gyönyörű orchidea féléről van szó tulajdonképpen ebben az esetben. A Galapagos és a Húsvét-szigetek bemutatása között dr. Olag Zoltán rövid szünetet tartott, így lehetőség volt kérdéseket feltenni az előadónak. De valójában nem megy, hanem a potruhával lögdösi magát hátrafelé. Ha mászik, mert ezt is megteszi, akkor azért szép lassan előre mászik az is. A néhány perces beszélgetés után a Húsvét-szigetek bemutatásával folytatódott az előadás. Ja, áttérünk a Húsvét-szigetekre. Hát ha lenne közvetlen repülőjárat, akkor is 4-5 órás út lenne. Kicsit odébb van. Ez nem Ecuadorhoz, hanem Chiléhez tartozó szigetcsoport, aminek lesz egy kis jelentősége később, hogy hova tartozik, majd mondom. A helyiek nevén saját magukat úgy hívják, hogy Rapa Nui,
a népet kisbetűvel írja, Rapa Nui és egybe, maga a sziget pedig nagybetűkkel írandó, és Rapa Nui külön. Na most ez semmi más nem jelent, mint azt, hogy nagy sziget, Rapa Nui nyelven, tehát önmagában véve semmi különös nincs. Na most, amit itt látunk, az egy éjjeli felvétel az egyik tengerparti szoborcsoportról, amit úgy hívnak, hogy Ahu, és a rajta álló Moaik, azok a szobrok. A másik pedig egy nappali felvétel, ugyanazt az Ahu a Kivi nevű területet mutatja. Majd lesz róla külön kép is. Hát, önálló zászlajuk van, eléggé furcsa és eléggé szokatlan. Ugye egy régi Rapa Nui melldísznek a mintájából készült a zászló, fehér alapon ez a vörös mintázat, és a címere az még különlegesebb, ottan két úgynevezett tangatamanu, tehát két madárember látszik, amelyek éppen egymással viaskodnak. Hogy ez micsoda, arra majd visszatérünk, hogy mi az, hogy madárember. Igen, hát ezt mondtam, hogy a sziget és a nép az, hogy viszonyul egymáshoz a nyelvben. 1888-ban Chile elfoglalta. Egyszerűen fogta magát és betelepedett a szigetre, és ma már Chilének egy speciális bánásmódban részesülő része, ami szintén a világörökségnek a része, nagy része nemzeti park is, tehát érinthetetlen terület. Mindössze 164 négyzetkilométer területű, és ezen lakik körülbelül 5000 lakos. Ennek 60%-a benszülött, tehát Rapa Nui, és 40% európai és mesztic, és így tovább, tehát dél-amerikai eredetű népek. Nincs hivatalos nyelv, ez egy érdekes dolog. Mindenki vagy spanyolul beszél, chilei spanyolul, ami egy kicsit más megint, mint az ekvádori, vagy a törzs spanyol, vagy Rapa Nui nyelven. Egy Roggeveen nevű holland tengerész teljesen véletlenül járt arra 1722-ben, és pontosan húsvét napján pillantotta meg a szigetet, ezért adta neki az Isla da Pascua, tehát húsvét sziget nevet. Bocsánat, az Isla da Pascua spanyolul van, tehát ez egy újabb név. Legközelebbi lakott hely Pitcairn szigete, ami arról nevezetes, hogy a Bounty lázadói telepedtek le ott, ami hát ugye történelmi tény, és hát gyakorlatilag ottan egymást eléggé rendesen kiirtották azok a lázadók, úgyhogy viszonylag kicsi népessége maradt Pitcairnnek, de 2074 kilométer távolságban van a Húsvét szigettől, tehát nagyon messze. A Chilének a legközelebbi pontja 3510 kilométer, tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy a Húsvét sziget az a világ legelszigeteltebb helye, hát repülővel is 5 óra Chiléből. Ahó! Egy háromszög alakú sziget, amelyik 25 kilométer hosszú, és mindjárt mutatok egy térképet, és 507 méter a legmagasabb pontja, ami hát tulajdonképpen egy meglehetősen lapos szigetet jelent. Vissza. Vulkánikus sziget ez is, és 4 vulkán nőtt össze, és ebből lett tulajdonképpen a Húsvét sziget. Körülbelül 750 ezer évvel ezelőtt jött létre. 100 ezer év óta nincs kitörés a szigeten, tehát gyakorlatilag kialudt vulkánoknak tekinthetők, amik arrafelé találhatók. Ugye Isla da Pascua ez a spanyol neve, de most az eredeti helyi neve az a Tepito Otehanua, tehát a helyieknek van a nevén, és ezt kétféleképpen lehet fordítani. A Pito az vagy köldököt jelent, vagy pedig véget. Tehát a világ köldöke, ezt értik ők maguk ez alatt, a másik pedig a világ vége. Tehát ezen a két néven lehet futtatni a helyiek nevén a szigetet. Még egyszer a térkép. Hát most a térképen itt van egy-két dolog, ami talán külön kiemelendő, de nem akarok a részletekbe menni. Ezek a fekete dolgok itten, állványzatok, ezek tulajdonképpen a tengerparti szobrok, illetve szobortelepek. Ezek közül néhányat majd külön bemutatok.
Hangaroa a főváros, és itt van az egyetlen repülőtere, aminek az az érdekessége, hogy a világ egyik leghosszabb kifutó pályájával rendelkezik. Még rögtön felveti azt a kérdést, hogy egy ilyen kicsi szigetnek, aminek ráadásul az éves turistaforgalma sem éri el a 150 ezer főt, minek egy ekkora repülőtér. Hát ez az amerikaiaknak a hatása volt. Ugye Pinochet című híres chilei diktátor nem volt hajlandó engedélyezni, hogy itt ezt a repülőteret meghosszabbítsák, és akkor az öreg Bush, aki éppen akkoriban Amerika elnöke volt, ez szépen rendesen megzsarolta a diktátort, hogy további amerikai beruházások nem lesznek, ha nem engedi a repülőteret. És az volt az oka az egésznek, mint utólag kiderült, hogy ennek a Space Shuttle, tehát űr repülőgépnek egy vészleszálló helyének szánták az amerikaiak. Tehát ezért volt ilyen extrém hosszú kifutó pályája, hogy abban az esetben, hogyha a visszatérő Space Shuttle-nek nincsen hová leszállnia, akkor itt a Húsvét-szigeten tudjon leszállni. Ez a főváros, Hangaroa, mint látjuk, nem túlzottan sűrűn lakott település. Ott a háttérben jobbra föl, ez nem ez a fő utca, ott a háttérben jobbra fönt, ott látszik a nevezetes repülőtérnek a kifutó pályája. Légi felvétel. Ez a délnyugati csücskön van, ez a Ranocau nevű vulkán, aminek van egy csodálatos, hatalmas kalderája, mert ez már nem kráter, hanem kaldera, ami a jó nagy krátereket szokták így nevezni, és itt van egy közelebbi légi felvétel róla. Hát ebben különböző tavacskák és egyebek foglaltak helyet az idők folyamán, ugye hát kitörésről szó sincs, úgyhogy sajátos növényzete van, sajátos kis tavacskák vannak benne, úgyhogy kirándulók számára egy eléggé élvezetes pontnak számít, bár nehéz megmászni. Na, hát ez a világ egyik legkésőbb benépesült területe. 700-tól 1200-ig körülbelül tartott ez a terület, 1100-ig, amíg benépesült. Ezt ilyen rádiókarbon vizsgálatok bizonyítják, hogy csak ennyire későn kezdtek. Addig lakatlan volt a sziget. Egy Mangareva nevű Gambier-szigeti szigetről népesültek be valószínűleg. Legalábbis a genetikai vizsgálatok ezt mutatták nagyon sokáig, amíg nem jött Thor Heyerdahl, ugye a norvég felfedező, aki felvetette azt, hogy a Rapa Nui szigetiek Dél-Amerikából származnak, és tutajokkal úsztak át. Ezt ön be is bizonyította, mert megcsinálta ugyanezt az utat. És igaz, hogy nem a Húsvét-szigeten kötött ki, de ez most lényegtelen, mert még messzebbre jutott. És ő vetette fel azt, hogy ez a nép, ez lehetséges dél-amerikai származású. Na most az újabb genetikai kutatások bizonyítják, hogy 30-40%-ban dél-amerikai génekkel rendelkeznek, és a többi az stimmel, hogy ez Mangareva, tehát a polinéziai szigetvilág felől népesült be. Na most ezek a újonnan betelepültek, azonnal elkezdték a moaikat építeni. Na most ez a moai építés, hogy honnan származik ez az egyik rejtélye történelmileg az ügyeknek. Ugyan Polinéziában van még egy-két sziget, ahol ilyen hatalmas kőszobrok vannak, de ekkorák sehol. Tehát mondjuk valami örökség biztos, hogy van a dologban. Ők az ősöket próbálták meg megszemélyesíteni, de olyan mennyiségben kezdték gyártani ezeket a moaikat, hogy lassan kifogyott a fa a szigeteken, ugye azon görgették le a szobrokat a tengerpartra, meg egyáltalán a mozgatáshoz fára volt szükség, hogy az erdőirtás lassacskán véget vetett a bőségnek. Amikor Roggeven ott járt még, tehát a felfedező, a holland, akkor ódákat zengedezett arról, hogy micsoda zöld sziget, és micsoda gazdag sziget, és gazdag világ. Hát még ma is látszik, hogy mennyire kopár rá sikerült tenni. Úgyhogy ez a világtörténelemnek az a pontja, ahol nem kellett külső beavatkozás ahhoz, hogy háború törjön ki, belháború. Gyakorlatilag az egyetlen olyan háború a világon, amit saját maguknak okoztak. De a környezeti károknak a vége
az az lett, hogy 15 ezerről 2000-re csökkent a lakosság, sőt, a 19. század második felében mindössze 110 lakosa maradt a szigetnek. Hogy miért, az majd visszatérünk. Na most ugye, ahogy fogyott az élelmiszer, fogyott a környezet, fölvetődött a kannibalizmusnak a kérdés, és ma már bizonyítottnak tekinthető, hogy volt egy idő a polgárháborúk során, amikor egyszerűen annyira nem volt mit enni, hogy már egymásra vadáztak, és bosszút álltak egymáson azzal, hogy a moaikat leödöntötték, tehát a tengerpartokon állva egyetlen moai sem maradt, ami hát a későbbi régészeti feltárások eredménye az, hogy visszaállították, ahol lehet. Na, súlyosbítandó az ügyeket, megjelentek a perui rabszolgavadászok. 1862-ben begyűjtötték a sziget lakosságának a felét, és olyannyira begyűjtötték a vezetőket és írástudókat is, hogy a Rongorongo nevű helyi írás ismerete teljesen elveszett. Azóta se fejtették meg a Rongorongo írást, hogy az tulajdonképpen mit jelent és hogyan működik. A moaik helyett ekkor kezdődött a madárember kultusz, a polgárháború után. És a madárember kultusznak a lényegére majd még később visszatérek. Na ez a Rongorongo, ez a húsvétszigetiek helyi írása. Semmiféle támasz nincsen arra, hogy hogyan induljanak el a megfejtésben. Történet tovább. A peruiak által elvitt rabszolgák egy része visszatért, és hozta magával a himlő járványt. Jöttek a bálnavadászok, akik a TBC-t hurcolták be. Óriási pusztulás, temetetlen holtak szanaszét, ahogy a francia misszionáriusok leírják, akik egyébként meglehetősen randán viselkedtek, mert a néptelenül maradt földeket fölvásárolták, és ebből helyi konfliktusok is származtak. Tehát 875-re 110 főre csökkent a lakosság, az a szerencse, hogy ebből 36 gyerek. Na most a jelenlegi Rapa Nui nép, az gyakorlatilag mindenki ennek a 110 főnek a leszármazottja. Valamilyen úton, módon, ugye, mert egyszerűen nincs más lehetőségük. Volt egy Alexander Salmon nevű angol nagykereskedő ezek után, aki megjelent, és ez volt a Húsvétszigetnek a szerencséje, hogy fölvásárolta az összes területet a francia misszionáriusoktól, és innentől kezdve számoltnak egy lassú növekedéssel, megjelentek a brit és német régészek, óriási feltárásokat hajtottak végre, elkezdték a moaiknak a helyreállítását, és hát tulajdonképpen a szigeteknek akkor egy ilyen brit tulajdonosa volt ez a bizonyos Alexander Salmon, aki később lemondott a tulajdonjogról. Tehát tulajdonképpen ő egy ilyen igazán emberbaráti tevékenységet folytatott. 1888-ban jöttek a chileiek, eléggé kemény módon megtálták a szigeteket, kellett nekik juhfarm. Na most 1953-ig az volt a terület, és a Rapa Nuik ráadásul Hangaroára lettek korlátozva, tehát a jelenlegi fővárosra, egészen 1966-ig. Na most onnantól kezdve tekintik őket chileieknek, viszont ők meg egyre kevésbé kérnek ebből, hogy ők chileiek, ők már Rapa Nui. Tehát egy nemzeti öntudat ott is elkezdett éledezni. Különösen a Pinochet nevű kiváló diktátornak a bukása óta. Hát ugye ez eléggé ismert dolog, hogy ez volt a világtörténet egyik legvéresebb diktatúrája. És ma már nagyon sokan pontosan a Pinochet hatása miatt megkérdőjelezik azt, hogy ők chileiek. És kizárólag a Rapa Nui nevet hajlandók használni. Ez az első kép, ami valaha készült a Húsvétszigetről. Egy William Hodges nevű pali csinálta, aki a James Cooknak, tehát a híres Cook kapitánynak az expedíciójában festőként és illusztrátorként vett részt. Nagyjából azt lehet mondani, hogy majdnem, hogy pontos. Az arányaiban torzít természetesen, de nagyjából pontosan ábrázolja a vidéket.
Ez a francia időknek a legvégén, a Corretto anyakirályné, a két kislányával, akik közül az egyik a Caroline éppen királynőnek volt tekintendő, és hát a másik kislány az a Harriet, akit a rajzon lehet látni. Ez az Émile Bayard, ez meg a francia misszionáriusok utolsó generációjához tartozott, és ő csinálta ezt a képet. Ez már abban az időben volt, amikor már csak 130-150-en lakták a szigeteken. Na és itt a kiváló Pinochet, a diktátor, aki hát természetesen ellátogatott ugye a birtokaira, többek közt a Húsvét-szigetre is, és akkor rögtön fogott magának egy Rapa Nui nőt, egyébként arról is nevezetes volt a diktátor, hogy minden napra vagy minden második napra begyűjtött magának egy-egy nőt. Ő az, aki leállította a turizmust, ő az, aki bevezette a rögtönítélő bíráskodást egy ilyen szigeten is, ahol tulajdonképpen értelmese volt. Hát a reptér bővítését azt az említett okok miatt nem sikerült megállítania, mert az kibővült. Viszont számosan eltűntek itt is, és a Pinochet híveknek a magántulajdonává lett eléggé hosszú időre a sziget. Ott lehet látni mögötte a röhögő pofákat, ezek a hívek. Egy diktátor mögött mindig ilyen pofák átcsorognak. Húsvét-szigetiek így néztek ki egy 18. századi rajzon, és a jelenkoriak. Na most látható, hogy típusban azért hasonlóak, mert a jelenkori rajz az inkább a turisták számára kifestett helyieket mutatja. Na most néhány szó ezekről a szobrokról. Ugye Moainak nevezik a szobrot, és Ahunak ezeket a talapzatokat, amelyeken vagy egy, vagy több Moai állhat. Na most az az érdekes az egészben, hogy ezek általában a tengernek háttal állnak. Mert a helyiek felfogása szerint a szigetet védték a Moaik, viszont úgy védik a lakosságot jobban, ha látják közben, hogy mi történik. Tehát ezért állnak állítólag a tengernek háttal. A legnagyobb moai, ami valaha készült, az az El Gigante. Ez 21,6 méter magas és 170 tonna súlyú. Ez ott maradt a bányában, a Ranuraraku hegyen. Ugyanis egyszerűen mai napig sem lehet elképzelni pontosan, hogy ezt hogy szállították volna le a tengerpartra, hát ott is maradt. A legnagyobb álló moai az 9,8 méter magas, de bődületesen magas, ha mellé áll egy ember, gondoljunk bele, és 74 tonnás. Ezt viszont sikerült levinni a tengerpartra. De most összesen 887 moai van a szigeten. Ebből a helyén, tehát egy ilyen Ahu nevű talapzaton 288 darab van. Közel 400 darab maradt a bányában, ez a Ranuraraku nevű vulkánnak a bányája. És szállítás közben elakadt, fekszik, összetört 92 plusz 117 darab, tehát azért elég sokan vannak károsodott moaik szanaszét. És itt jön a legszebb és legnagyobb Ahu. Ez az Ahu Tongariki nevű, ahol 15 moai áll egymás mellett. És abból az egyiknek a fején maradt csak meg a vörös tufából készült kalap, ez az úgynevezett pukao, amit az összes többinél már majdnem mindenhol lepusztult, majd mutatok még egy-kettőt, ahol nem. Hát naplemente az még hozzáad a képnek a szépségéhez természetesen. Tongariki Ahunak egy részlete, ez hat moaival, és az ezen van ott, ez egyiken ugye a pukao, az ottan hátul. Még egy kép. És hogy mekkorák ezek a szobrok, itt az előttek álló embersor pontosan mutatja. Tehát eléggé kegyetlen látvány lehet ott a tövében átcsorogni. Hát erre vágytam gyerekkorom óta, nem sikerült azóta. Na most az Ahu Tongariki egy fekvő moaival itt az előtérben.
Ez úgy történt, hogy egy óriási cunami, egy chilei földrengés eredményeképpen egy óriási cunami sújtotta a szigeteket, és utána a Tongariki Ahura föl kellett állítani az összes moait újból, kivéve ezt az egyet, amit mementónak meghagytak. Tehát ez nem a polgárháborúban ledöntött moaik közé tartozik, hanem egy cunaminak a pusztítása volt. És hogy lehetett látni a cunami erejét, hogy a tengerparttól milyen messzire sodorta be ezt az óriási, több tíz tonnás szobrocskát. És hogy milyen gyönyörű környezetben van ez a Tongariki Ahura, ráadásul ugye ott van az előtérben, hát egy ilyen hatalmas tengeröből, ami hát igazán gyönyörű látványt nyújt. Ja, most visszamentünk? Nem ezt akartam. Na ez az El Gigante, ez a helyi nevén Moai Tetokanga, tehát tulajdonképpen ez az óriási moai, amit nem sikerült aztán befejezni, illetve leszállítani a tengerpartra. Mai napig sincs megoldva, hogy hogy lehetett volna ezt. A moai paro, ez a legnagyobb moai, amit valaha levittek a tengerpartra, hát ez is ledöntve van. Vagy ledőlve, vagy ledöntve, hát ezt nem lehet tudni pontosan. Ez 13,5 méter magas lenne, ha éppen állna, de nem áll. Ott van a rajzon, hogy hogy tevődik össze a 13,5 méterre. Na, ez a Ranoraraku nevű bányának a része. Itt képzeljük el, hogy közel 400 befejezett vagy befejezetlen moai van, és képzeljünk el egy óriási hegyoldalt, ami szinte tele van szórva ezekkel a moaikkal. Tehát valami egészen lenyűgöző látvány lehet, amint például, ha mellé áll egy ember, akkor körülbelül ilyen magas, azzal együtt, hogy ezeknek a fele legalább a földben van. Tehát képzeljük el azt, hogy ezek sokkal nagyobbak, mint amekkorának itt a képen látszanak. Ez is a Ranoraraku egy részlete. És még jön egy harmadik részlet, ami esti megvilágításban. Különlegesen szép kép. Chile bélyegblokkot is adott ki, hát ezt oda mellé tettem. De ez egy befejezetlen moai, aminek a hátán faradványok vannak. Most ezek a faradványok arról érdekesek, hogy ezekből semmi nem látszott, mert itt látszik ugye, hogy meddig volt a föld alatt. Tehát egészen csak a feje látszott ki. És ez még jóval tovább tart, és hát ez csak akkor derült ki, hogy faradványok vannak a hátán, amikor már rendesen kiásták. A chilei bélyegblokkon pedig a El Gigante látható, tehát a legnagyobb moai, és hát a tengerparton álló moaik helytelenül ábrázolva, mert ezek a tenger felé néznek, és az csak kivételesen fordul elő. Akkor viszont heted magában, de ezt majd mutatom. Egy másik ilyen óriás is, amit régészek vizsgálnak, hát lenyűgöző itt az emberek ehhez viszonyított méretük, és hogy ezeket mozgatták, ezeket kifaragták, gondoljunk el kőszerszámokat hozzá, gyakorlatilag, amit tudtak használni. Na ez az Ahu Akivi, ez az egyetlen moai sor, ami az óceán felé néz. De ezek viszont heted magukkal néznek úgy, hogy az előző ábra az hibás volt az bélyegen. Az összes többi már az említett oknál fogva ugye a sziget belseje felé fordul. Ezt például valószínűleg helytelenül állították helyre a régészek. Eredetileg valószínűleg ez is befelé nézett. Na most ez az Ahu Nau Nau nevű, ami a szenzációszámba ment azzal, hogy itt tulajdonképpen ezek nagyon éppen maradtak. És a moaik fején itt is megmaradtak a pukaok, tehát gyakorlatilag ezek a vörös tufából készült kalapszerű alkalmatosságok. Tehát körülbelül így nézett ki akkoriban a tengerpart, szinte körbe-körbe, amikor még érintetlen volt a világ arrafele. Ez két ahu a főváros mellett,
Az előtérben egy Koteriku nevű egyedülálló, de nagyon szépen megmaradt moai, és a háttérben pedig az Ahutahai nevű, ami öt moait tartalmaz, öt szobrot tartalmaz. Azt mindjárt megmutatom, hogy hogy néznek ki ezek közelebbről. Ez a Koteriku, ez az egyetlen, aminek gyakorlatilag megvan az eredetileg is korallokból készített szeme, ami minden szobornak volt valamikor. Na most ez szépséghibája a dolognak, hogy ezt az amcsik állították helyre, egyszerűen azért, mert csináltak egy tarthatatlanul ócska filmet, aminek az volt a címe, hogy Rapa Nui, tele történeti és egyéb tévedésekkel, de hát akkor kellett egy tényleges moait bemutatni, és akkor helyreállították a korall szemeket. De hát végül is ez az eredeti identitása ezeknek a szobroknak. Pukaóval és korall szemekkel. Na ez az Ahutahai, az az öt részből álló talapzat, naplementekor. Hát ez az, ami a főváros mellett van közvetlenül. Na most, ahol a moaik már lekoptak, eltűntek ezekről a hukról, tehát talapzatokról, ennek az egyik legnagyobb és legszebb példája ez az Ahu Vinyapu nevű ahu. Itt nagyon figyelemre méltó az, hogy a köveknek hajszálpontos illesztése van, anélkül, hogy bármiféle habarcsot használtak volna. Na most az ilyen építmények táplálják a dél-amerikai eredetet, és innen jött ugye a Thor Heyerdahlnak is az elmélete, hogy ilyen jellegű építkezés az gyakorlatilag sehol máshol nincs, mint Ollantaytambóban, vagy Sacsayhuamánban, amik az inkáknak a két legnagyobb ilyen kővárosa Dél-Amerikában. Ez a Tukuturi nevű, az egyetlen térdelő moai, ebből nincs több, és ráadásul ez az egyetlen, amelyik ebből a szkoria nevű anyagból készült, tehát a vörös vulkáni tufából. Meglehetősen beborították a madarak, de azért látszik, hogy mi lehetett. Halakat ábrázoló vésetkő. Na most ezekből a petroglifa nevezetű vésetkövekből olyan 5-600 darab van Szanaszéta szigeten, és tulajdonképpen régészetileg ezek nagyon-nagyon jelentősek. Ez is a Ahu Tongariki, tehát a gyönyörű szép sornak a környékén van ez a halfaraglány. És itt térnék rá röviden a sziget népének a mitológiájára. Ugye hát kezdetben volt ez a mohai dolog. Ez a szinte istenként tisztelt ősöknek a megtestesüléseiként tekintettek ezekre, és hát ezek őrködtek a parti települések felett. Ugye Hotu Matuának hívták a mítikus első telepest, aki egyben az első főnöke volt a szigetnek, hát ezt most itt érdemes külön megemlíteni. A polgárháborúnak a két fele, a két fél a polgárháborúban az úgynevezett hosszúfülűek és a rövidfülűek közötti csata volt. Ez a hosszúfülű és rövidfülű, ez tulajdonképpen két betelepítési hullámot jelenthet a modernebb elképzelések szerint, vagy régészeti kutatások szerint. Amikor a polgárháborúnak aztán vége lett, akkor jött a madárember kultusz, tehát a Tangatamanu kultusza, ami tulajdonképpen kettő darab istent ismert el, az egyik Makemake, és a másik pedig a tojások főnöke nevű istenség, akit úgy hívtak, hogy Havatu Taketake, tehát meglehetősen bonyolult néven futó isteneik voltak. A madárember kultusz az pedig abban nyilvánult meg, hogy fiatal férfiak évente indítottak egy versenyt az első sirálytojásként, ami a Húsvét-szigetnek közvetlenül mellette álló Motonui nevű szigetére kellett úszni, megszerezni a sirálytojást és visszaúszni, utána megmászni a Ranokau hegyet, és a hegytetőn álló orongó települést kellett elérni. Na most, aki ezt elsőként megcsinálta, az egy derékember volt, ugye, mert cápa veszély, szikláról való lezuhanás, fulladás veszély a tengerben, azért nem a
nem 50 méterre volt az a másik sziget, és a győztes egy évre lett a madárember. A madárember akkor egy félig meddig istenként vagy szentként tisztelt egyén volt. Visszavonultan élt egy évig, mindent a feneke alá raktak, tehát a világon semmi dolga nem volt. Ő volt a szigetnek a megbecsült, különleges embere, egészen egy évig, tovább nem. Aztán megjelentek a katolikus misszionáriusok, és hát tulajdonképpen a kereszténység felvétele, ez már igen rövid időn belül megtörtént. Hát meglehetősen részben gazdasági nyomásra történt az, hogy egyébként nyomorgó és egyébként rettenetesen szegény és helyenként éhező helyiek áttértek a keresztény vallásokra, ugyanis hát így könnyebben sikerült nekik élelemhez, segítséghez és egyebekhez jutni. Na ez a Makemake, ő a teremtő istene ennek a vallásnak. Na most itt egy nagyon rövid kitérő. Ugye 2006-ban a csillagászati világkongresszus a Plutó nevű bolygónak a bolygó mi voltát megszüntette. És elnevezte törpe bolygónak, ami hát csillagászok fele ezen fölháborodott, a másik meg elfogadta. Ennek meg az oka az volt, hogy a Plutó pályájához közel legalább 5-6 hasonló méretű bolygót fedeztek föl. Tehát semmi joga nem volt akkor az egésznek arra, hogy a többi akkor miért nem bolygó. Úgyhogy levették a Plutót erről a dologról, és akkor jöttek rá a csillagászok, hogy miért kell nekünk mindig római meg görög istenségekről elnevezni a bolygókat. És onnantól kezdve egészen egzotikus istenekről lettek elnevezve ezek az új törpe bolygók. Az egyik például Makemake nevet kapta. Úgyhogy ma már megtiszteltetve van ez az helyi isten, már bolygó is mutatja az égen. Ugyancsak Makemake, csak ez a másik istennel, a Havatú Taketakéval együtt ábrázolja, és ez a két szobor szorosan ugyanazon a kőtömbön van a tengerparton. Na ez az a Motonui sziget, ami az a belső sziget, ide kellett elúszni a szerencsétleneknek. Az itteni, a közelebb lévő sziget az a Motuiti, meg a Motukaokao, ez a szikla, ami még itten a kettő között van. Úgyhogy tengeri, ahogy mondjam, látványnak nagyon szép az egész, csak el tudom képzelni, hogy ide beúszni egy sirály tojásért, és aztán visszahozni sértetlenül, meg hegyet mászni utána, hát emberfeletti teljesítmény kellett, hogy legyen. Na most ez az amerikai film, ugye, amit említettem, az például elsősorban arra helyezte a hangsúlyt, persze, hogy ezek a fiatal emberek egymást ölik közben, ugye, hogy ő lehessen a madárember. Amiről szó se volt mellesleg. A hagyományok szerint tulajdonképpen egy abszolút nemes versengés volt az egész. Hát ez az emberevők barlangja nevű barlanga a szigeten. Tulajdonképpen itt állítólag embercsontokat is találtak, ami hát arra utalt, hogy ez a kannibalizmus ez nem légből kapott dolog. Úgy hívták, hogy Anakai Tangata a barlangot. A Tangata az az ember. Na most itt egy Tangata Manu, tehát egy madárember. Az egyik ilyen petroglifának, tehát kővésetnek a lenyomata, a másik meg egy helyileg készült kis plasztika. Meglehetősen egyforma, tehát eléggé jól mutatja, hogy hogy nézhetett ki a madárember az ő hitük szerint. Ez a Zorongó nevű város, ami a hegytetőn épült, a szikla tetején, és ide kellett fölvinni a hosszú úszás után a első sirály tojást. A Motuiti szigetről a főszigetre egy kilátás néhány madárral együtt. Egy paina, egy ilyen ceremoniális kőkör. Ez érdekes, hogy a világ egészen különböző tájain, például ugye Stonehenge Angliában és még hasonló helyeken is vannak ilyenek. Ez egy úgy látszik a ceremóniáknak egy ilyen elengedhetetlen kelléke volt bizonyos körülmények között, hogy kőköröket építettek. Na most a háttérben az Ahuhangateye Oahu nevű, Vaihu nevű Ahu,
itt ledöntött és ledőlt moaik sorakoznak, amiknek a felállítása most legutóbb szóba került, hogy hogy áll az ügy pillanatnyilag, ezt nem tudom. Na, ez a Világ köldöke című hely. Itt egy körülbelül 1 méter átmérőjű kőtojás van középen, amit a legenda szerint a Hotumatua, az első király, a betelepülők vezére hozott magával. És hát azt elég hamar felfedezték, hogy ez valamiféle mana nevű dolgot bocsát ki ez a kő, amiről később azért bebizonyosodott, hogy tényleg bocsát ki valamit, mert egy vastartalmú mágneses kő. Ami teljesen érthetetlen, hogy hogy került oda. Lehet, hogy tényleg létezett a Hotumatua nevű király. És tényleg ő hozta a követ. Ami persze nem valószínű, de minden esetre érdekes dolog. Hangaroa, főváros városházája. Ami hát látszik, ugye, hogy meglehetősen szerény épület, hát nincs is olyan túlzottan nagy lakosság. A helybeliek kedvenc sportja, mióta újra nőnek fák a szigeten, megint kezdik űzni ezt a fatönkön való lecsúszást, ami hát egy életveszélyes sport, mert meredek hegyoldalakon is adják elő. Hát itt látszik, hogy a férfiú eléggé száguld lefelé. A másik dolog pedig, rettenetesen szeretnek táncolni, különösen a nők. És kétféle táncuk van, az egyik az, ez, amit itt bemutatok, ez a tamure nevű tánc, ami ilyen szabadfogású, tehát tulajdonképpen külön-külön táncolnak, és van egy kai-kai nevű tánc, ami ilyen sortánc. Gyönyörűek a nők, ahogy szépen sorba állnak, és ott táncolnak azonos mozdulatokkal, kicsi szóltan körülbelül 10 másodpercre ugyanúgy mozdulva, tehát mintha hivatásos táncos nők lennének, pedig hát zömmel a turisták kedvéért csinálják. És hát itt a vége. Na most a felirat az egyrészt az első szó, ez a Rapa Nui nyelven a Maururu azt jelenti, hogy köszönöm, és az Iorana pedig azt, hogy viszontlátásra. Na most ezt még nem muszáj komolyan venni. Dr. Olag Zoltán következő előadását március 21-én tartja a Városi Könyvtárban a Biblia világa, tájak, népek, történelem címmel. Az előadásra minden érdeklődőt szeretettel várnak.